Szia, szia! Ez most egy mikrofon teszt, tudod? Nem, azt sem tudom, mi az a mikrofon. Csak nézzen egy gúvattan. Na nézzük! Hát nem néztük sokáig, mert felálltam, ráléptem a madzagra, és kiszakadt mindenhonnan. Mind a GoPro-ból, mind a mikrofonból. Nagyon szépen fölment, főbb a legnagyobb láncszeréken, gyakorlatilag simán bonyos, visszafelé. Ilyen középen valamit egyszerűen beragad a kar. Igen, tehát látszik, hogy van középen egy bizonytalanság benne. Te sem hallasz semmit, ugye? Ez nem azért van, mert lekevertem a hangot. Egyáltalán nem történt hangrögzítés. Elmagyarázom. A GoPro hozott egy üzleti döntést. Úgy gondolták, hogy mivel ez egy akciókamera, a felhasználók számára sokkal fontosabb a kicsi méret, mint a külső mikrofon csatlakoztatása. Belső mikrofonja egyébként is van, még a bénácska is. Azaz, ha külső mikrofont szeretnék rácsatlakoztatni, vennem kell egy adaptert is, amelyikbe egyik oldalán bele tud menni a jackdugó, másik oldalon mini USB jön ki, az egység pedig át tudja konvertálni a jelet a GoPro számára. Ezt láthatod a képen is. Most már érteted, miért neveztem magam bigyófelügyelőnek, amikor megvettem. Addig oké, hogy a kamerát rászereltem a sisakra, de emellé rögzítenem kell valahová az adaptert, na meg a 2 méter madzagot és a mikrofont is. Mindezt úgy, hogy az eső leghalványabb jelére az egészet le kell tudnom kapni, mert az adaptált csatlakoztatása az le kellett szednem az egyik kis ajtót, hát innentől kezdve viszont a kamera már nem vízálló. Na, mutatom, miről van szó. Tehát itt van a kamera, benne az adapternek a csatlakozó, ezt persze le kellett szedni ezt a kis ajtót. Az adapter az egyelőre csak úgy lóg a tetején, általában ezért is leszoktam kötözni. Ott bemegy a sisakba, kimegy. A 2 méter madzag az a sisaknak a fülén van, tehát ami ugye megszorítja a sisakot. Ez gyakorlatilag ott lóg az én fülem mellett, és ott van a mikrofon, ami kicsit előre figyel, hogy tudja venni a hangot. Tehát ez a komplett felszerelés, amivel bringázok. Mondanom sem kell, hogy elég rendesen meg szoktak nézni. A kamerával is, már korábban, de így meg aztán rá van szerelve az a sok minden, így meg aztán még jobban. Ez önmagában is macerás, de nem ez okozta a galibát. Az adapter kézikönyve szerint nem kell konfigurálnom semmit, a GoPro automatikusan észleli a külső egységet. A videó elején az éjszakai tesztben ez így is történt. Másnap, amikor elindultam túrázni, akkor meg nem. Sőt, miután este kiderült a turpisság, sokáig nem is tudtam rávenni, hogy rögzítsem. Eddig 2-szer futottam bele ebbe az anomáliába, mind a 2-szer 1000-szer nekiálltam konfigurálni, végül fogalmam sincs, mitől javult meg. Mindenesetre az biztos, hogy azóta minden túrát mikrofon teszttel kell indítanom. Ja, a legviccesebb meg az, hogy a GoPro észleli a külső mikrofont, tehát lekapcsolja a belsőt. Azzal viszont már nem tudni kezdeni, ha nem jön kintről jel. Ez történt a mai mikrofon tesztem. Ebből kifolyólag a videó első fele is hamar véget fog érni, mivel hang nélkül valahogy nem az igazi. Sajnálom, mert voltak jó felvételek benne. A váltótesztre viszont már megjavult a felszerelés. És akkor most egyszerre veszi a hangot a GoPro, meg a mobiltelefon. Fényképezőgépesen, és nem tudom tesztelni, azt nem hoztam el magammal. Hát nézzük, itt van a szép
fehér cserje, mellette egy közepesen bűvös csatorna, megláttam az RSD-n egy evezős négyest, és beugrott, hogy Gabi pont kint van, méghozzá ma pont az RSD-n. Néztem, nézegettem, és tényleg, ők voltak. Persze kiabáltam, majd amikor felfogtam, hogy nem hallanak semmit, tettem némi maliciózus megjegyzést, szerencsére ezek elvesztek a mikrofon és az adapter között valahol. A kisebb edzőkörömben ideig szoktam felevezni az RSD-n. Én csak egyáltalán nem PC módon cigánypalotának nevezem ezt az épületet. Hatalmas, sokszintes épület, kismillió boltívvel, de csak a csupasz falak állnak meg a tető, mintha időközben elfogyott volna a pénz, de a lényeg nem is ez volt, hanem az, hogy az emberek lássák, mekkora nagy lett a ház. Öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Most a bevezető duma, az nem álló helyzetben történik, és nem a bejárati ajtó előtt, hanem mivel ez egy mikrofonteszt, méghozzá a GoPro-nak a külső mikrofonjának a tesztje, így most menet közben mondom el, hogy mi is történik. Hát először is már tegnap is volt egy mikrofonteszt, egy kummantásnyi hangot nem vett föl, egész nap pedig olyan jó dolgokat mondtam, komolyan még énekeltem is. De hát erről lemaradtatok. Most akkor megint mikrofont tesztelünk, és mellékesen letesztelem a sebességváltót is, ugyanis igazi terhelést még az alsó lánckerekek nem kaptak, sima terepen meg hát persze, hogy tud váltani, de a lényeg az, hogy élesben, terhelésben is tudjam. Ezeket még mind meg kell vizsgálni a hónap utáni túraindulás előtt. Gyere vissza szél, ezt vártuk, ezt várja a vezetőség. Szélben mi van? Aztán eddig tartott a szél. Aha, ez határozottan szél. Szél, és akkor most kell beszélni valami érdekes dologról, hogy ebből mi fog átjönni. Mert hát az egyik ilyen érdekes dolog, érdekes. Tehát ma ugye mászós nap jön. Elsőre a normafát lőttem be, mint mászós napot. De aztán ma reggel meggyőztem magamat, hogy elég fáradt vagyok én most az utóbbi két hetet tekintve. Holnap után meg ugye indulok egy egyhetes bringatúrára, szóval most inkább pihenős nap lesz. Nem megyek fel a normafáig, csak a Farkasréti temetőig. Az is egy mászás, ott is ki fog ugrani az, hogy működik a váltó, vagy nem működik a váltó. Igen, és tesztelgetek. Gyakorlatilag két hete nem is csinálok más, csak teszelgetek. És azért már nagyon hiányzik az, hogy csak úgy föléljek egy bringára, és akkor élvezzem a bringát. És most erre kell figyelni, arra kell figyelni, ezt ki kell próbálni, szituációt keresni, vizsgálni, hogy hogy vesz a szituációt, akár a kerékpár, akár az elektronika. Fejkamerával és mikrofonnal és a tömérdek vezetékkel meg adapterrel a fejemen, mint amikor a gyönyörű szép narancssárga, tehát rikítóan narancssárga sí anorákban túrázgattam Amerikában. Hát ott is mindenki megnézett, és nagyon könnyű volt kapcsolatot létesíteni, mert
megláttak, röhögtek, és aki már nevet, az azzal már tulajdonképpen lehet beszélgetni is. Hát ezzel a sisakkal én is néha úgy érzem, hogy elmegyek emberek mellett, és akkor úgy néznek rám, mert először, mint az elmebetegre, de hát megint egyfajta kommunikációs előny. Meg közben beszélek, akkor megveszem végképp. Vegyünk bele egy kis kamion zajt is. Gyertek, kamionok, tesztelni akarok. Nincs, persze, basszus, vasárnap, de milyen kamiont akarok én vasárnap? Nyilván hol kell beszélgetni? A szűkületben. Mert nyitni ők már teljesen természetes. Ott meg a kerékpárúton meg sétálnak. Ja. Szélzaj, környezetzaj, villamos, autó. Egy-két kamion még jöhet, de ugye nem fog. Ez így is kíváncsi leszek, hogy mi lesz belőle. Beszéljünk. Hangosan beszélek, normálisan beszélek. Tudok én normálisan beszélni? Ezt is addig kell fölvenni, amíg van. Ja. Elméletileg el fog tűnni. Ja. Kiszélesítik a vasutat. Na most végre van egy kis szél. Ilyet sem mondtam már rég, elég régen, hogy végre van egy kis szél, de most pont jó szél van. Az, hogy teszteljem a mikrofon, mennyit őriz meg abban, amit beszélek, és ráadásul még villamos is van. Jófajta zörgős villamos. Itt egy alagút megint, és végén pedig egy gyakorló terep a Sastadi úthoz. Jó kis cikszakos emelkedő, mert előtte már jócskán le kell váltani, mert ott helyben nem lesz idő. Természetesen tilos kerékpározni. Lehet ez annyira értelmetlen dolog. Van, elég jól nyomtuk. Kicsi vigyáz. És akkor tulajdonképpen ezért a mászásért jöttem keresztül Pesten. Itt most elindul egy jó hosszú, és a végén jó meredek út, ami szerintem ideális tesztelésre. Ez a Sasadi út. Jelenleg 11% az emelkedő, elég régóta. És elég sokáig is. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Megint egy együttes teszt jön. Egyszerre megy a GoPro, és egyszerre megy a mobiltelefon kamerája. Na, szóval itt vagyunk fönt a Falkasréti temetőnél. Nagyjából félúton, ha a szintet nézem. Itt ott fönt látszik a hegytetőn Széchenyi hegy, Jadó, vagy ahogy a fiamék a gyerekvas után nevezték Szecska. Na, ez lett volna a cél. Azt a mászást most kihagyom, mert végül is ami infó kellett nekem, azt a Sasadi úton bőven megkaptam. A váltó nagyon jól működik, terhelés alatt is finoman lefölváltható, akár a legalsó tartományban is, szóval jó, jó lett a beállítás, frankon működik a dolog. Szerintem
legjobb gurulós részt kifelejtettem, mert béna vagyok és nem figyelek. De azért egy böszörményi út is jó lesz egynek. De jó, ja, meg közben beszéljünk, hát az a lényeg, hogy beszéljünk. Beszéljünk, de mindjárt beszéltél, csikoltás lesz. Ja, megérkeztünk. Hát szóval ez meg itt a vár. Igazából ez nem volt egy nagyon okos mondat, mert hát mindenki látja messziről, hogy ez a vár. De most alapvetően mikrofontesztről van szó. Nem fontos, hogy értelmes dolgokat mondjak. Ez egy nagy szabadság is. Szóval a Duna mellett mindig van szél. Délre megyünk, déli szél van. Tehát ha itt nem lehet rendesen letesztelni a mikrofont, akkor sehol. Na és akkor egy tegnap ilyen is volt. Ma is lesz. Tudom, dom teszt. Tehát, hogy mennyire bírja a rázkódást a konfig. Vagy csak az én hangomat teszi tönkre, de egyébként a felvételt nem. És hát persze Euróveló 6-on vagyunk, szóval ez kerékpárút, méghozzá európai szintű. Tehát mint egy tábla is mutatja, Euróveló 6 jobbra. De ez a kapu, az elképzelésem sincs, hogy egy furra megpakolt kerékpár hogyan megy át. Nyilvánvaló, hogy áterőszakolják. Ez pedig hát, hogy is mondjam, országútival némileg vicces. De hát megtudják az európaiak, hogy milyen jókedvű, de egyben kemény nép a magyar. És van kerékpáros ezen az úton rajtam kívül. Szinte hihetetlen. Mit keres ez itt? Egy újabb terepakadály. Hát összességében a váltóteszt az jó. Az sikeresnek mondható. Nagyon szépen fölment 11%-os emelkedőn, úgyhogy tudtam játszani a legalsó lánckerekekkel is, mert a 1-es az túl gyenge volt, 2-es élet végül se jó, és mindezt az emelkedő tetején, tehát amikor éppen küzdöttem, ott tudtam leföl váltogatni, ennél jobb nem kell. Hogy mi lesz a vége a mikrofontesztnek, az jó kérdés, azt majd otthon derül ki, hogyha visszanézem a felvételeket. De most előre megmondom, hogy ha nem lesz semmi, akkor repül a kukába. Persze jó, mert ha nem vett semmit, akkor ezt se vettem, amit most mondtam. Na, hazaértünk. Éjjel, hurra! At you.